Fajó, tőled szeretnék kérdezni. Minek jársz fodrászhoz, ha sapkát viselsz minden meccsen? Azért, mert pályán kívül is szép kell lenni, nem csak a pályán. Szia Rita! Azt szeretném tőled kérdezni, hogy tegnap este a Kutasi Dániel szertárosunk milyen teljesen fölösleges dolgot talált a Nesze szeretbe. Válaszodat előre is köszönöm. Kedves Sol, köszönöm a felém szegezett kérdést. Ugye megmutattam, szemléltettem, hogy mi volt a Nesze szerembe, és ez hogy történt a tegnapi felfedezés. Egy fésű, ami valóban nem olyan szükséges kellék számomra, de nincsen ezzel semmi probléma, bárkinek kölcsön tudom adni, hogyha szüksége van rá. Szóval tudjátok, hogy hol van. Szia Gundi! Azt szeretném tőled kérdezni, drága barátom, hogy egy nyári átigazolási szezonban szerinted az állatkertből, esetleg zsiráfetetésből fognak megkeresni, vagy esetleg valami klubtól? Köszönöm szépen a válaszodat! Hát kedves Dani, hát köszönöm szépen ezt a nagyon eredeti és nagyon jó kis viccedet, amit még soha senkitől nem hallottam, de hát természetesen több megkeresésem is volt állatkertektől. Egyelőre nemet mondtam rájuk, megvárom, hogy esetleg egy csapat megkeresse, de ha nem, akkor elgondolkodok rajta, hogy elmegyek egyne. I want to ask my dear friend, Navatnyi Soma, can he explain to me and our teammates how it's possible that in all his career he scored 7 goals altogether and this year he scored 17. It's because of us or he improved a lot this season? Fajon, először is köszönöm kérdésedet, másodszor is pedig azt hittem, hogy magyarul fogod feltenni a kérdést, bár annyival így jobb, hogy a magyar-magyarra feliratozni, hogy mindenki megértse cikibb, mint az angolt magyarra, úgyhogy így a döntésed azért egész jó. A válaszom pedig az, hogy csak neked köszönhető, hiszen egész évben minden lövés mindig góledzésen, és így felhoztad az önbizalmunkat csatároknak, így nekem is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos szezont. Kutasi Danitól szeretnék visszakérdezni, hogy azért indul-e el reggelente 4 órával hamarabb edzés előtt, mert féle, hogy a súlya alatt összedől az autó, és netalán taxit kell hívnia, és még így is legyen ideje beérni edzésre? Gundikám, köszönöm a válaszodat a kérdésemre, és amit te kérdeztél tőlem, hát én kérlek szépen, az indulok el hamarabb, beérek az öltözőbe, és megnézem édesapádnak az összes műsorát, amit én még nem láttam, mint látod, most is pont őt nézem, úgyhogy most ne is zavarjatok. Menjetek kifele! Szia Doni, olyan kérdésem lenne feléd, hogy mint tudjuk, sok vita volt abból az öltözőben, hogy próbáltuk megfejteni a disztingválás szó jelentését, hogy számodra mit jelent jelenleg ez a szó? Te Sol, mit jelent a diszting? Hogy micsoda? Disztingváció. Hát nekem fogalmam, mi jelent az? Hát most, hogyha micsoda? Disztingvá. De sem tudom, ez magyar szó. Vagy valami külföldi. Nem tudom, fogalmam nincs, mit jelent. Tehát az, hogy elhatárolódik? Azt hiszem az, nem? Tippelj valamit. Az, elhatárolódik.